a kiállítás után egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzéssé vált. Előtte is már nagyon nehéz volt, de szerintem az egész csapat kitette a szívét, lelkét, 10 emberrel pedig főként beálltunk, megtettünk mindent, kontratámadásaink veszélyesek voltak. Igazából azt hiszem az 52.-3. percig nagyon jól helytáltunk, utána sajnos egy pontrugásból kaptunk egy gólt, aztán a végén sajnos még egyet 11-esből. Igazából én nagyon meg szeretném dicsérni a csapatot, meg mindenkit, aki ebbe beletett, azok is, akik nem álltak be, a cseréknek is, mert ugyanúgy nagyon fontos részei a csapatnak. Igazából ez egy csapatmunka volt. Én azt mondom, hogy meg kellett volna nyernünk, de legalább az egy pontot el kellett volna hoznunk erről a mérkőzésről, és igazából szerintem ebbe a bírók keze is kicsit benne van ebbe a egy pont elvételébe. Szerintem ameddig 11 emberrel voltunk, teljesen bevált, mert látszódott, hogy vannak lehetőségeink, ki tudunk jönni, azt tudjuk játszani, amit igazából a Stork úr kért. Utána 10 emberrel igazából próbáltuk menteni magunkat, megpróbáltuk ott is azt játszani, amit tudunk, amikor nálunk van a labda, gyors kontratámadásokra építeni. Átvettem, ellőttem a rövidre, reméltem, hogy beakadt, sajnos kapufa lett. Utána volt egy kérdéses szituáción, a Sallai Rolandot szerintem felrúgták, 11-esnek kellett volna lenni ott is, de hát ez van, nem tudunk mit csinálni. Nagyon sajnálom, hogy vesztesen kell távoznunk egy ilyen mérkőzésről, hogy tényleg a csapat mindent megtett. Szerintem nagyon büszkéknek kell, hogy legyünk magunkra.